csókok a hangja, hogy mamma! A magyar zene történetében számos olyan dal született, ami az édesanyákat méltatja. Többek között ki ne ismerné Mari Zsuzsi vagy Kon Zsuzsa hatalmas slágerét. Mama, kérlek, meséld el nekem. De talán ezek közül is kiemelkedik egy 1979-es dal, amit Kovács Kati tett halhatatlanná. Két kezemmel megszolgálni. Egyszer a zeneszerző Gábor Espál eljött hozzám, amikor valahol Balaton földváron szerepeltünk éppen, és mondta, hogy az autómban van egy kis magnó, és szeretnék lejátszani neked egy zenét. Ez volt az első találkozásom a dallal, mondtam, ez gyönyörű, szép, és kinek szántad? Azt mondja, neked majd, ha elénekled. Légy ezentúl mindig boldog. El is énekeltem a dalt, elénekeltem volna a Magyar Rádióban. Nagyon szépen megtanultam, igen ám, de folyamatosan elsírtam magamat. Úgyhogy nem sikerült elénekelni. Ott hagytam a stúdiót, és mondtam, hogy elnézést kérek, nem tudom sírás nélkül elénekelni a dalt, visszajövök. Visszamentem, két hét múlva nagyon kedvesek voltak, elénekeltem a dalt, de akkor is végig sírtam, csak akkor már tudtam uralkodni magamon. Emlékszem, amikor először elénekeltem közönség előtt, akkor mindenki sírva fakadt. És azt mondtam, hogy mindenki forduljon hátra, mindenki forduljon meg, vagy nekem kell megfordulni, de aztán valahogy sikerült elénekelni. Mi? Azóta rengetegen elénekelték. Nemrég a Csináljuk a Fesztivált műsorában is felcsendült, sőt, a döntőben ezt a szerzemét választották az évszázad slágerének. Az Agárdi Szilvi nevű nagyon kedves, aranyos tündér kislány énekelte, és mondtam, hogy hát én ennek tudom a szövegét, de hiszen ez az én dalom. Nem is tudtam, hogy azt énekli, hogy ezzel versenyez, úgyhogy rendkívüli módon megdöbbentett, hogy én hallgatom másnak az előadásában a saját dalomat. Ő fölhívott a színpadra, és egy kicsit mind a ketten sírtunk a közönséggel együtt, a helyszínen jelenlévő közönséggel együtt, mert megható pillanat volt. Az ő anyukája ott volt a helyszínen, én az enyémre gondoltam, és azért mindenki pityergett, szóval nem tudtuk megúszni sírás nélkül. Nem gondoltam volna sohasem, hogy ennyire népszerű lesz. Szövegíró Szenes Iván, ő nagyon nagy anya tisztelő és kedvelő volt, mindent megtett az anyukájáért. Én úgy szintén mindent megtettem az édesanyámért, legalábbis amire képes voltam. Én komolyan gondoltam, hogy úgy szeretném meghálálni édesanyámnak, hogy felnevelt nagyon nehéz körülmények között bennünket. Most mindjárt elsírom magamat, visszagondolva a múltra. Volt nekem nagyon sok ilyen dalom, a Mama Leone, Mami Blue, ilyen dalaim voltak, ami mind ilyen anyás témájú volt. Ezek ilyen örökértékűek, szerintem olyan klasszikussá váltak, amit soha senki nem gondolt volna. Mert az idő bebizonyította, hogy ezeket a dalokat bármikor el lehet énekelni, mert nagyon szépek, értékállóak, és személy szerint annak szólnak, akik a legfontosabbak az ember életében.